Megérkezett a rájátszás Csömörre is. Noha a Rubeola Veszprémben már túlesett a rajton a bajnokság második szakaszában, azonban ez volt az első alkalom, hogy hazai pályán játszott Jenei Ottó csapata. Bár az ellenfél Debrecentől oda-vissza kikapott a Tigrisek gárdája, azért akadt pozitív előjel is a hazaiaknak. Kezd alakulni a keret, a bajnokság közben féltávnál elég sok hiányzónk volt, és most ez szerencsére most már kezd helyreállni. 16-17 mezőnyjátékosnak tudok minden edzésen edzést tartani, ami elég nagy versenyt jelent a játékosok számára. A debreceniek pedig új jövevényeikbe bízhattak. A civis városiak 4 külföldi játékost igazoltak az alapszakaszt követően, akikből 3-an rendelkezésre is álltak Csömörön első deacos meccsükön. A Debrecen ugyanis szabadnapos volt az első körben. Az új játékosok miatt volt számunkra kedvező, hisz 2 héttel ezelőtt érkeztek, és nem 1 hét közös munka után kell pályára lépniük, hanem ugye 2 hetet együtt dolgoztunk. Én véleményem szerint működni fog a dolog, eleget edzettünk együtt ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani a pályán. A magyar nyelv elsajátításán viszont még dolgozni kell. Tudja ezt a brazil Pereira is. For me it's very hard because it's hard. Nagyon nehéz ez a nyelv nekem, de pár szót azért sikerült megtanulnom. Sometimes words, sometimes I think wait. Jóet. Köszönöm, szívesen. I think it's this. Idővel többet fogok tudni. Nagy nap volt ez még Nyíri Benedeknek is. A Csömöriek U9-es csapatának tagja ugyanis amellett, hogy a játékosokkal lehetett az öltözőben a mérkőzés előtt, még a kezdőrugást is elvégezhette 9. születésnapján. A mai mérkőzésen a kezdőrugást a Rubeola U9-es csapatának tehetséges játékosa Nyíri Benedek. Benedek fél éve futszálozik, és ő is arra bíztat mindenkit, vágjon bele ebbe a sportágba. Itt jobban a labda, mert nem annyira pattog, mint a nagypályán, meg nehezebb a labda, és jobban meg is tanulnak focizni. A csapatok nem hagyták kihenni a kapusokat. A 6. percben Horváth Norbert cselei után alakult ki helyzet a debreceni kapu előtt, de Krajcsi Bence végül magához ragadta a labdát. Nem sokkal később a 2 új debreceni igazolás játszott össze, Pereira passzát Navarro tette kapura, Varsányi Áron azonban a helyén volt. Ami azért volt értékes, mert 2 perccel a félidő vége előtt Varga Csaba megszerezte a Rubeola első gólját, ami egyben Varga első bajnoki találatát is jelentette első bajnokián. A félidő utolsó percében azonban nem sok hiányzott az egyenlítéshez, ám a végállomás ismét Varsányi volt. Mélesen berúgták középre a labdát, és érkezett rá a 21-es játékos, és technikás megoldást választott sarokkal, meg is lepődtem, hogy úgy próbálja megoldani. De hát igazából nem gondoltam semmi másra, csak arra, hogy minél nagyobb területet takarjak, és reménykedtem, hogy elakadt bennem. Ha jól emlékszem, azt hiszem, pont mellberúgott, és a kezemben is maradt. A fordulás után a csapatok ott folytatták, ahol elkezdték. Rögtön Milavec Kevin helyzetének örülhetett a csömöri publikum, hogy aztán a fejét fogja, miután Józsa Tamás szerencsétlenül ért a labdába, ezzel egyenlített a Deac. Ezt követően azonban a Rubeola szinte felborította a pályát, a gól után szinte azonnal megint Varga előtt adódott lehetőség, ám Krajcsi Bence félelmetes formában volt, miként Horváth Norbert lövésénél is, ami látszódott is a debreceniek kapusán. A nagyakarásnak azonban ezúttal gól lett a vége. A 9. percben végül Nehéz Krisztián idénybeli 10. találatával ismét a hazaiak vezettek. A Víz Fülöp nagyot harcolt a labdáért, utána beadta keresztbe, a kapus próbált átérni a hosszúra, de bement még talán a kapufáról, ennyi, ami megmaradt. Mindezek után a Rubeola többször is eldönthette volna a találkozót, ám gólt nem sikerült elérni a helyzetekből. A Debrecen pedig 5-4 elleni játékra váltott, aminek pedig az utolsó percben lett meg az eredménye Kántor Tamás révén. 2-3! A végeredmény 2-2 lett, amivel talán egyik csapat sem lehetett elégedett. Nem úgy, mint az alsóházban így élen maradó Duna feredzője, aki viszont nem számít könnyű meccsekre a rájátszásban. A Rubeola hazai környezetben egyértelmű, hogy
az egyik legveszélyesebb és legnehezebb ellenük játszani. A Deac szintén otthoni környezetben, akár hogyha azt nézzük, hogy sok néző előtt játszik, és ma a pályaborítása, illetve a megerősödött külföldiek miatt nagyon-nagyon nehéz lesz ellenük játszani. Itt nyuanszokon fog múlni minden mérkőzés. A Rubeola szabadnapos lesz a rájátszás harmadik körében, míg a Debrecenhez a Kecskemét látogat majd az Alsóházban.